A Dunakömlődi félnótás dalkör 2009-es megalakulása óta közel 100 fellépésen szórakoztatta már közönségét. A megtanult nóták száma bőven 450 fölött van. Ezen dalokból válogatja össze, építi fel műsorát alkalomhoz illően a 9 fős énekelni szerető férfi kar. Munkájukat a Dunakömlődi nyugdíjas klub tagjaiként végzik. Próbáik helyszíne a Dunakömlődi faluház. A dalkör vezetője Szurovec István. Tagok Szilágyi Imre, Simon Ferenc, Csáki László, Szurovec László, Szurovec Zoltán, Kis Gábor, Cseri Mihály, valamint Pápista Mihály. Mikor és hogyan kezdődött a félnótás kör munkássága Dunakömlődön? Hát tulajdonképpen ez 2009. szeptemberében alakultunk meg. Hát olyan formában, hogy igaz, egy kicsikét az Aliz ölköt rajtunk, mert ez őnek az ötlete volt. És nem tudom, a születi bál, vagy mi volt itt, mikor jött ez az ötlet. És mi akkor az öcseimmel, a Lacival elindultunk itt a bálba, szervezni a csapatot, ugye akkor szóltunk az Imrének, meg a többieknek is, és ma akkor hétfőn mindjárt össze is álltunk, elkezdtünk próbálni. Úgyhogy azóta szorgalmasan minden hétfőn bent vagyunk próbálni. Az első fellépést akkor hány próba előzte meg? 3-4 alkalom? Hát az első fellépést körülbelül, mert itt már ilyen helyi rendezvényeken akkor utána mindjárt felléptünk, de jelzem, még akkor nevünk nem volt. Itt tanakodtunk, ugye, hogy hát mégis valami nevet kéne, hogy most már adjunk is magunknak, egyszer már fellépést is vállalunk. És hát ez is, az is szóba jött, hát végül az én fejemből pattant ki, hogy hát úgyis olyan félnótások vagyunk, hát akkor legyen a nevünk félnótás. Úgyhogy ez maradt rajtunk, a félnótás név. Ebben mindenki rögtön bele egyezett? Mindenki, mindjárt egyből benne lett a csapat. Az első műsornak aztán hogy állt össze a repertoára, hány dalból? Hát azt most hirtelen nem tudom megmondani, az is volt egy 10-12 szám körülbelül, 10-12 dal. Hát de még akkor nem úgy, mint most, ugye nem volt, még akkor harmonikával kezdtünk, ugye? Azt hiszem harmonikával kezdtünk, de az a harmonikás, aki volt, az kivált közülünk. Úgyhogy utána kezdett a Laci harmonikázni, én a citerával. Hát aztán kaptuk utána szépen a félkéréseket, hogy ahogy megismertek bennünket, hírünk ment erre is, arra is, és kaptuk szépen a félkéréseket, úgyhogy ennek csak örülünk. A taglétszám az hogy alakult, hogyan bővült? Illetve előtte már megvolt, hogy egy pincében esetleg találkoztak és tudták, hogy ki milyen hangú?
Hát nem, pincékben nem találkoztunk, majd pincékben nem járunk, de itt az a klubon belül, ugye dalos rendezvény, most már vacsorás rendezvényeken általában szoktunk dalolgatni, mulatni. És tudtuk azt, hogy körülbelül kinek milyen hangja van, és úgy szedtük össze a csapatot. Milyen témájú dalokat énekelnek? Hát általában ilyen mulatos nótákat, magyar nóta, hát katonadalok, bordalok, hát mikor milyen a rendezvény és milyen dalok illenek oda. Ezt hogy sikerült összegyűjteni? Van egy dalos könyv esetleg? Hát itt van mellettem a Szilágy Imre, ő neki van egy barátja, aki számítógépen az internetről szedi le a dalokat, de általában olyat, aminek mondjuk ha a szövegét nem is tudtuk, de a dallamát tudjuk. És így a dallamára be tudtuk mindig gyakorolni a szöveget is. Úgyhogy már sok van, mostán több mint 468 nótánk van. Ez nem kis szám. És hány fellépéssel vannak már a hátuk mögött? Hát idáig van 95 fellépés a hátunk mögött. Hol sikerült már énekelni? Hát most már soha nagyon sokat. Hát sírtanám, hát felsorolni nem is tudnám mindet. Például Faddon voltunk 4 alkalommal. Akkor voltunk Dunaföldváron, nehezen voltunk Böztörpusztán, a Magyarok Világszövetsége rendezvényen, oda is meghívást kaptunk, amivel meg örömmel tettünk eleget. Meg hát nagyon sok helyt voltunk már, Szekszárdon, Csámpán, Gyöng, meg hát sokat tudnék sorolni, mert de hát most hirtelen nem jön eszembe, mert most 13-án megint megyünk majd Bikácsra. Ezek jellemzően milyen rendezvények? Falunapok? Falunapok, szüreti nap általában ilyen napokon. Tudnak még esetleg a környékben olyan formációról, mint a félnótás dalkör? Hát férfi dalkört nem tudunk. Lehet esetleg az utánpótlásban is gondolkodni? Vannak fiatalok, akiket aztán toborozni lehet? Hát ez nehéz dolog, mert a fiatalok, mint tudnélik azok már, ezt a műfajt nem nagyon kedvelik, ami sajnálatos, mert ez, ha kihal ez a műfaj, akkor azért szeretnénk minket eleveníteni. Hogy majd hogy fog sikerülni? Hát szeretnénk, hogyha a fiatalok átvennék. De hát nem sok fiatal kap ezen. Citerázást mikor tanulta? Hú, azt hogy mondjam, hát azt már gyerekkoromban. De igaz, hogy mindaddig még a dalkör meg nem alakult, én nekem 40 éven keresztül a citera nem volt a kezemben. Akkor ez most éppen egy jó ügy volt úr előn. Mikor megalakultunk, akkor vettem újba elő a citerát. Azelőtt 40 éven keresztül nem volt a kezemben a citera. Egy dalt, hogyha megtanulnak, mindenkinek a beleegyezése szükséges? Hát általában úgy szoktuk megbeszélni a dalokat, hogy közösen állítjuk össze a repertoárt is minden. És hát jó, van úgy, hogy én előre felírkálom, hogy milyen dalokat szedtem össze, de hát azt közösen beszéljük meg, hogy ha ez nem jó, akkor kivesszük, teszünk be egyet a másikat, hogy ezt közösen állítjuk össze mindig a repertoárt. Nem sokkal ezelőtt, egy-két évvel ezelőtt talán egy CD anyaga is összeállt. Igen, igen. Ezért 2012. januárjában csináltunk egy CD felvételt a Paksi Zeneiskolába. Mi lett aztán a sorsa ennek a CD-nek? Hát... Árulják? Nem áruljuk, elajándékozgattuk. Hát sok, mint 200 darabot csináltattunk össze-vissza, többet nem. Elajándékozgattuk meg, hát jó, annyit igaz adtunk el, hogy mégis a költség visszatérüljön. Többet nem. Hát ennyiből nem lehetett. És most már az öltözet is teljesen egységes. Hát igen, ezt megint úgy csináltattuk, hogy összedobtuk a kis pénzt, azt csináltattunk magunknak ilyen mellényt.
A nyugdíjas klubra általában jellemző, hogy ennyire önszerveződő, és csinálják saját maguk a dolgaikat? Hát Mint ez... ahogy azt a dalkörre is mondhatjuk? Általában. A nyugdíjas klub is általában, ugye most már nem tudom, hogy lesz-e majd a teja délutának, szoktak majd, mikor a fürdési szezonnak vége van, akkor szoktunk csinálni ilyen teja délutánokat, meg már jönnek most már ilyen vacsorás rendezvények, egy évben 4-5 ilyen vacsorás rendezvény szokott lenni. Úgyhogy jellemző itt a klubra az ilyenek. Gondolom, hölgyek nem lehetnek a félnótás dalkör tagjai. A nyugdíjas klubon belül nem gondolkodtak asszonyok, hölgyek, hogy ők is összehoznak valami hasonló kört? Hát ezelőtt egy pár éve volt az, hogy kezdeményezték egy-kettő, hogy hát szeretnének egy női dalkört is összehozni, és akkor volt olyan tervünk, hogy lesz a félnótás dalkör, meg a lányoknak is lesz egy dalkörük, és akkor külön-külön föllépések lesznek, meg azt akartuk, hogy majd, ha úgy megalakul, hogy akkor együtt is legyen föllépés. Női karra, meg a férfi karra. Amikor nem fellépésre gyakorolnak, és nem úgy próbálnak, mint ahogy ezt heti rendszerességgel teszik, spontán összejöveteleken is előkerül a hangszer? Előkerül mindig a hangszer, igen, a harmonika is, meg a citera is. Mi a fő célja a félnotás dalkörnek? Hát az, hogy minél többen megismerjenek bennünket, és akkor minél nagyobb ambícióval dolgozzunk, és ugye sokfele hívjanak bennünket, és az, hogy nagyon jó előadást adjunk, műsort adjunk elő, hogy tetszen mindenkinek, az egész közönségnek, aki néz bennünket. Van már egy CD, kibővült sokkal több dallal a repertoár, tervekben van egy további hangzóanyag elkészítése is? Hát beszélgettünk már itt a csoportban, az, hogy hát összeszedjük megint a dalokat, és akkor még egy CD-t meg fogunk csinálni. Mi a személyes kedvence, a katonadalok vagy a bordalok? Nekem mindegy. Mindegy, csak dal legyen. Mindegy, én nagyon szeretem a dalkört, nagyon szeretek nótázni, úgyhogy... Lehetséges, hogy még valamilyen hangszerrel bővüljön a muzsika? Hát az az igazság, hogy itt a Csáky Laci, aki harmonikázik, az játszott szájharmonikán is, meg volt Köcsök Dudával is szerep, meg alumínium kannával is, azokat én csináltam. Viszont van unoka is, aki citerázik, úgy tudom. Igen, a Csákinak az unokája az szokott citerázni. Olyan főlépések vannak itt, valami isorok vannak, akkor azt szokott citerázni. És nem lehetséges, hogy a későbbiekben állandó tagságot élvezni? Előfordulhat. Taglétszámot terveznek egyébként bővíteni, vagy megvan az állandó? Hát most egyelőre nem akarjuk ezt, hogy bővüljön, ezek 9 fő, ez megmarad, és akkor ezt szeretnénk, hogy hát ez továbbra is így haladjon tovább, és jó úton menjünk. A közönségnek milyen visszajelzései vannak? Hát a közönségnek tetszik a műsorunk nagyon. Most ne az, hogy nagyon nagy képű legyek, hogy elnézést, de ez, hogyha tetszik, most is ott voltunk Madocsán is, meg és akkor van nekünk egy emlékkönyvünk, amiben, ahol ott vagyunk szerepelni, azt mindenki, a rendező, vezető, azt aláírja, és akkor azt szoktuk minden ide elvinni. Van esetleg valami olyan verseny lehetőség, ahol ilyen senior kategóriában el lehet indulni egy ilyen dalkörnek? Hát még ilyen zövezet nem volt még az, hogy hát versenyen voltunk. Voltunk Madocsán, amikor volt a Cinege dalkör, ott meghívtak bennünket, de még utoljára voltunk felhívva oda, úgyhogy még voltunk az utolsó fölépők.
Sanyi bácsi, mióta működik Dunakömlődön nyugdíjas klub? Hát a monda szerint, hát a 40. évben vagyunk. Ha nem 100%-os, de az biztos a 40. Tehát inkább 41, de a 40 az a biztos. Mindig, 40. év. Mindig ilyen aktív csapat volt? Mert azért hát általában a nyugdíjas klub az mindig ilyen aktív volt. Valamikor régen a már elbontott faluház, ami volt mostan, már nem, akkor még nem faluháznak nevezték, hanem a művelődési háznak annak idején, a volt benzinkúttal, illetve a mostani benzinkúttal szemben. Ott működött legelőször a nyugdíjas klub. Hát pontosan melyik évben azért nem mondom, mert tehát az a, vagy ebben az évben, vagy tehát a 74 az a biztos. Milyen rendezvényekben vesznek részt, illetve milyen önálló eseményeket tesznek évente? Hát önálló eseményként a nőnapot ünnepeljük, azért mondom így a sorban adjából, amikor a nyugdíjas nő tagjainkat szoktuk köszönteni, és mindez minden évben megvan, akkor azon túlmenőleg vannak a születi napok, ahol már mi is részt veszünk rendszeresen, akkor a idősek világnapja, ami október 1-én van, arra is rendezvénnyel szoktunk megemlékezni, minden évben kivétel nélkül. A félnótás kör már elhagyhatatlan műsorelem, nem csak Dunakömlőt, hanem a térség kulturális életében. Önálló műsorral esetleg tervezték már, hogy készülnek egy egész estés órás, másfél órás műsorral? Hát valamennyi rendezvény, ami a nyugdíjas klub által van rendezve, azon mindig fellépnek, tehát nincs olyan, amikor nem lépnének föl. Ezen kívül külön előadásként mondjuk nem gondolkodtunk rajta, mert ez egy év, az a 6, az a pontos létszám, amikor rendezvény van is, ahol ők rendszeresen föllépnek. A többi nyugdíjas klubtól milyen a visszajelzés, mennyire irigykednek esetleg? Hát én a legjobbat tudom mondani, még olyan többi nyugdíjas klub részéről még nem volt, hogy egy minimális mínuszt mondtak volna a fellépés az előadott műsorra, minden egyes esetben még idáig dicsérték. Nagyon sok helyen részt veszünk, ami biztos, tehát az egy konkrét, ami a megyei nyugdíjas klub által rendezett ünnepség, ez nem versenyszerű, de föllépésen mindenki elismerést kap, azért nincs soronként értékelve, nehogy az egyik nyugdíjas klub, mert ugye általában a nyugdíjas klubok azok, az idősebbek mindig olyan jó műsorokat adnak elő, hogy nehéz volna a zsűrinek kiválogatni annyira, hogy most melyik az első, vagy a második, harmadik. És így egyformán szoktuk értékelni, vagy szokta értékelni a megyei nyugdíjas klubok vezetése a föllépéseket. Ez minden évben megvan, külön van Bonyhádor rendezvény, legutóbb Németkérem volt, ahol ugyancsak fölléptek, és ott is a nyugdíjas klub vezetője azt mondta, hogy hát nagyon szívesen vennék, ott lépnének önállók föl a dunakömlődi félnótások. 400, több mint 400 dal, amit megtanultak, ez rengeteg. Mennyit lehet ebből repertoáron tartani? Hát azt így nehéz, sokat. Mert szám szerint azért nem lehet így pont kimondani, mert
ahány helyre mennek, mindegyik helyre más kép kell föllépni. Hát ez a repertoárt összeállításnál azt mindig figyelembe kell venni, hogy hol vannak. Tehát, mert azt, meg hogy milyen rendezvény. Milyen a rendezvény, születi bálé, falunapé, sok mindenem múlik. És ők mindig kiválasztják maguknak. Az új dalok tanulása hogyan működik? Felvételről, illetve minden összejövetelkor egy-egy dalt kiválasztanak? A kiválasztások hetente, amikor jönnek foglalkozásokra gyakorolni, akkor mindig akkor beszélik meg, hogy melyik nótát, hova, mikor és melyik legyen a repertoárban. Betéve. Gondolom mégiscsak a legjobb itthon Dunakömblődön szerepelni a család előtt és a barátok hát előtt. Hát az nekem biztos. Máshol is nagyon szívesen hallgatom őket, de itt még büszkébb vagyok rájuk, ott még jobban azért, mert ott még meg is dicsérik az embert. Úgyhogy mindent megadunk nekik, amit csak tudunk. Hát azokra a rendezvényekre, ahol mondjuk a megyei rendezvények vannak, vagy társnyugdíjas klubnál veszünk részt, azokra a szállítást azt a nyugdíjas klub biztosítja, a többire ugye nem tudjuk, mert ugye a nyugdíjas klubnak az anyagiak se végesek, és amit lehet, mi mindent megteszünk. Annak érdekében, hogy a félnótás kör az úgy szerepelje, hogy ahogy ők szeretnek énekelni, akkor biztos, hogy jó lesz, mert ők nagyon szeretnek.